Molière komédia újra az Új Szegedi Szabadtéri Színpadon, és hát Sorbán Csaba a főszereplő, mégpedig egy igencsak furfangos főszerepben. Milyen ez a karakter egészen pontosan? Alapvetően ugye ennek a karakternek a megközelítése az általában a furfang felül szokott megtörténni. Na most azt gondolom, hogy színészként nem ez a megközelítés a helyes. Emberként nem lehet eldönteni azt, hogy reggel 8:30-tól délután 1:30-ig furfangos leszek. Tehát hogy ez egy viszonyítási kérdés. A többiekhez képest kicsit másképp jár az esze, vagy gyorsabb, vagy másabb. De ez alapvetően egy dramaturgusi munka, ezt kitalálni, hogy furfangos vagy nem. Ami izgalmas megfogalmazás benne, az a szolgaság kérdése. Tehát amit körül kell járni egészen pontosan, és amitől különleges ez a figura, az, hogy a szolgaságnak a határait feszegeti. Azt feszegeti, hogy éppen ki dominál kit, ki kinek az irányítása alatt van, illetve ami még érdekes kérdéskör lesz, az, hogy ez a szolgaság, ez hogyan tud átmenni egyfajta szolgálatba. Tehát akkor ez a szolga tulajdonképpen mondhatni, hogy irányítja az urakat, hogyha jól veszem ki a szavakból? Igen. Egészen pontosan hogyan, hiszen itt szerelmi szálak is vannak, ráadásul kettő is, illetve rengeteg olyan pontot írt bele Molière, amik mondhatni igen, csak mondjuk úgy köznapi szóval, hogy magas labdák, amiket azért illik lecsapni. Igen, a magas labdákon túl Molière főszereplői igyekeznek mindig rátapintani olyan emberi gyenge pontokra, amik általánosak, ilyen a fösvénység, az önképnek a hibái, ez az urhatnámság, mindez, amit az ember önmagáról gondol, vagy szeretne gondolni, holott nem az a valóság, és mindaz a fösvénység, rúdság, kicsit másság, amik emberi alaphibák, hogyha lehet, akkor itt a hétfőbűnt is lehet alapvetően venni, és végig gondolni, hogy melyek azok a pontok, amelyek körül ugye Molière az egész életművét fölállította, és melyek azok az emberi hibák, hiányosságok, vagy tekintsük annak, ami mai szemmel, teljesen mindegy, amik örökérvényűek, és amik körül lehet építkezni, és amit ha az ember lát, és hogyha azt egy picit kigúnyulva látja, vagy felmutatva látja, vagy megmutatva látja, akkor nagyon jól fog szórakozni. És mit mutat meg Scapin a mai nézőknek? Mi az, ami ebben a karakterben mondhat valami újdonságot, ami mondjuk más, mint a 100 évvel ezelőtti színházrajongóknak? Ha a néző az előadás közben, vagy az előadás végén egy icipicit szembesül majd azzal, hogy ő is szolga valakinek, vagy valaminek a szolgája, és ezt hajlandó végig gondolni, hogy meddig terjed ez, vagy meddig terjedhet ez, mi az, amit ebből vállal, vagy mi az, amit ebből nem vállal, akkor én színészként már elértem a célomat.